Nincs nagyobb öröm, mint a gyermeki szem csillogása. A Videoton FC képviselői karácsony alkalmából a 8-as számú gyermekotthonba látogattak, és természetesen nem üres kézzel érkeztek. A gyerekek nagy szeretettel és különböző produkciókkal várták Sándor Györgyéket. Fú, hát nagyon megható szerintem, aki itt van, az meghatódott legalább annyira, mint én. Nagyon jó kezdeményezésnek tartom ezt, az RBD és a Videoton FC közös kezdeményezése ez. Talán a szurkolótáborunknak ez egy új oldala, amit így a nagy közönség, tehát a közvélemény nem annyira ismer, az emberi oldalát nem annyira ismeri a szurkolóknak, és ezzel is szerintem előtérbe kerül egy olyan oldal, amit ők meg szeretnének mutatni, hogy nekik fontos a család, fontos a családi béke, az ajándékozás, és ugye ez így karácsony tájékán aktuálisra is válik. Mit hoztatok, miket hoztatok a gyerekeknek? Nagyon sok ajándékot gyűjtöttek a srácok, meghirdették különböző fórumokon, a Videoton honlapján nem tudom pontosan, hogy rajta van-e, de a szurkolói fórumokon ott igen. A szurkolók gyűjtögettek különböző tárgyakat, bögréket, játékokat, de talán a gyerekek erről jobban tudnak mesélni, és nem mellékesen mi is kaptunk ajándékot. Kaptunk sapkát, poharas, állat, egy ilyen aláírásos fizetet, egy ilyen fizetlabdással. A nem mindennapi élményben a jelenlévők tervei szerint a jövőben nem csak karácsonykor lesz részük a gyermekotthon lakóinak, tavaszra további programokat szerveznének.